Mi pedig folytatjuk az elmúlt 30 év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botrányával. Ugye 2022-ben mintegy 4 milliárd forinthoz jutott hozzá a baloldali összefogás, és Márki-Zár Péter elszólta magát, vagy hát lehet, hogy szándékosan mondta, hogy itt bizony amerikai pénzökről van szó. Márciusban indított az állami számvevőszék egy vizsgálatot, az Amerikából érkező 1,6 milliárd, tehát ez egy része 1,6 milliárd forint ügyében. Ez a hat párthoz, Momentum, LMP, Párbeszéd, DK, MSZP és Jobbikhoz érkezett. Jelenleg, tehát az első jelentés szerint az állami számvevőszék 260 millió forintot vizsgált, és erről megállapította, hogy ez a 260 millió forint, hát ez bizony illegális. Ezt egy az egyben kirónák büntetésre, egyenlő arányban elosztva a hat párt között, vagyis 43,5 millió forint juthatna a pártokhoz. Plusz ugye ehhez hozzájön, hogy ugyanilyen mértékű támogatást is visszatartanának, vagyis a tényleges büntetés 87 millió forint pártonként, és ez még mindig apró pénz ahhoz képest, hogy itt egy 1,4 milliárd forintot azt az ÁSZ, a NAV, tehát a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgál, és hogyha az ÁSZ erről megállapítja, hogy törvénytelen volt, akkor ezt is megállapíthatják, meg még ennek a dupláját is, és így kijön, hogy ez 500 millió forint lenne pártonként, ami egy meglehetősen nagy summa. Ungár Péter reagált mások mellett, ő azt mondta, az, hogy a büntetés egyenlő mértékben oszlana meg az ellenzéki pártok között, noha az állami kampánypénzt nem egyenlően osztották el, ez bizony nem igazságos. És ezzel folytatjuk, Csuha Ildikó az ATV filmmunkatársa, illetve Kovács András az Origó újságírója, mennénk, jó estét, szervusztok. Jó estét, szervusztok. Ti mit gondoltok ennek a javaslatnak az igazságosságáról, Ildikó? Az igazságosságáról az látszik, nekem először a görög mitológia jutott eszembe, olyan, mint amikor Párizs, nevezük Párizs hercegének, vagy Párizsnak, a almát begurította, ez is körülbelül ez az ÁSZ jelentés, vagy ami mögötte van, az egyrészt szeretném megroppantani az ellenzéknek a kampányfinanszírozási helyzetét, másrészt meg nyilván, amit Ungár Péter is mondott, amit idéztél, mi is idéztük az ATV-ben az LMP társelnökét, hogy szeretné, hogy ne egyenlő mértékben róják ki a ellenzéki pártokra ezt a büntetést. András, osztod ezt a véleményt, hogy az állami számvevőszék csak azért döntött volna így, hogy összeugrassza? Nem, először is fontos itt még jelezni azt, hogy még a pártoknak van 30 napjuk, hogy az állami számvevőszék felvetéseire reagáljanak, és utána dönt majd végül az államkincstár, hogy mennyi büntetés lesz, vagy éppen nem lesz büntetés. Tehát én még nem szaladnék előre, hogy itt szándékos politikai akcióról lenne szó. Azt tudjuk jól, hogy ezek a pártok bármit is állítanak, a külföldről szerzett pénzből kampányoltak jelentős részben. Ezt megerősítette több szereplő is azóta, és próbálják a pártok ugye ezt az egészet elfeledni. De hát Ungár Péter, amit idéztél is, Ungár Péter nyilatkozata számomra eléggé furcsa, mert teljesen más mond, mint amint korábban. Tehát itt arról beszél, hogy nem egyenlő arányba osztoztak ezen a pénzen, miközben korábban azt állították, hogy őknek közük nincsen semmilyen külföldről szerzett pénzhez. De András, előbb, ha jól, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de hát előbb Vilmos is pont azt mondta, hogy ez az állami pénzekre vonatkozó támogatás, amire Ungár Péter gondol, vagy amiről beszél, nem a külföldről érkezett pénzek, nem? De az állami támogatás senki nem vitatja, hogy azt jogszerűen használták fel. Arról de abból fogják visszatartani. Nincsen. Abból fogják visszatartani, de nem az állami támogatás után keresett, nem az állami támogatás valamilyen rosszul felhasználása miatt kell ezt a pénzt befizetni, hanem azért, mert külföldről teljesen átláthat, mai napig átláthatatlan módon kaptak jelentős támogatást. Tehát itt látom a problémát. Azzal én is teljesen egyetértek, hogy a törvénybe kell tartani, és hogyha ez tiltott pártámogatás volt, akkor nyilván annak kell, hogy következménye legyen. Én interpretáltátok, amit mondtam, én nem azt mondtam, hogy az ÁSZ-nak van itt valami ördögtől való hátsó szándéka, nyilván az ÁSZ végzi a dolgát, titkos szolgálati jelentések is születek, a guruló dollárok ügye, az a Fidesz számára és a kormány számára egy remek kampánytéma, az, hogy azt ugye nem tudjuk vitatni, hogy ez nyilván meg fogja roppantani a kampánytámogatás, vagy a kampány finanszírozási eszközeit az ellenzéknek, hiszen az államkincstár az a dupláját fogja kirúni, tehát nem ez a büntetési tétel, de ezt meg kétszerezik, mert a
nem fogják utalni, vagy visszatartják ugyanekkora mértékű állami támogatást. Tehát az ellenzéki pártok vezetőinek, akik kormányzásra készültek, a jogszabályokat gondolom én alaposan sokkal jobban ismerik adott esetben, mint én, hogy kell egy államot vezetni. Ez volt ugye a feltételezés. Gondolhattak volna arra, hogyha így szereznek forrásokat, akkor valószínűleg valamelyik pontnál ki fog derülni, abba voltak ugye, tehát úgymond pekesek, hogy már MMM ezt a mozgalom mögé bújtak. De ott van a probléma, hogy a mozgalom mögé bújnak, de az tény, hogy a mozgalomnak a logója, például Arató Gergely, aki a 10. kerületben indult és nyert az országgyűlési választáson, ott volt a választási plakátján a Mindenki Magyarország mozgalom jele. Ez valóban így van. Ezt a balliberális oldalon is elismerik, hogy ez egyfajta trükközésnek tűnt. Annak a beismerés, hogy pártfinanszírozásra jött a dollár? Én ezt nem tudom állítani, hiszen még a titkosszolgálati jelentésben, ami készült, ott sem állították ezt teljesen direktbe, hogyha én jól olvastam ezt a sok oldalt, amit készítettek és nyilvánosságra is hoztak, de Márki Zaj maga beszélt erről, ő ugye azt mondta, én nem tudom, 22 ezer vagy 40 ezer sorba, hogy ők mindennel tételesen elszámoltak, de nem ez volt itt a kérdés, hanem az, hogy a pártoknak is jutott, viszont a pártvezetők az ellenzéki oldalon meg azt mondták, hogy ők nem tudtak erről a... De hát alapvetően Márki Zaj Péternek én végignéztem legutóbb a köztévén, volt egy hosszabb eszmefuttatása az egészről, és hát alapvetően végül ő is nevetve is elmondta, mikor már nem volt hova hátrálnia, hogy mondhat itt korszakváltást emlegetett, kultúraváltás, de hát ez az egész korszak és kultúraváltás mégiscsak összefüggött az áprilisi választásokkal, hogyha mondjuk ezt 2020 júniusában csinálják, akkor jóval kevésbé lehetett volna megfogni ezt a dolgot. Szerintem. Meg a választások után is érkeztek itt még 200 millió, vagy nem tudom, hogy mennyi. Az utolsó számlák kifizetésére júniusban. Tehát nyilván az végleges jelentését meglátjuk, és aztán bírósághoz fordulhatnak az ellenzéki pártok. Az más kérdés, hogy akkor megfolyamatosan napirenden marad a guruló dollár. Ugye, ami nyilván a Fidesznek meg a kormánynak az érdeke. Úgyhogy azért ezt kevesen állítanák szerintem direktbe, hogy a Fidesznek érdeke lenne megfúrni. Napirenden tartani? Nem, a demokratikus versenyt megfúrni és megroppantani az ellenzéki pártokat. Én egyszerűen nem tudom, hogy ez célként fogalmazódna, meg ezt kizártnak tartom. Én akkor ezen csak mosolygok. Mert, de hát alapvetően, hogyha megnézzük hosszú, érdemes ezt azért jobban megnézni, hogyha a Fidesznek valóban érdekelne a versenynek a szűkítése, mégiscsak a Fidesz elmúlt 13 és fél éves kormányzás alatt volt az, hogy mind a pártalapítványok, mind a pártok állami támogatása jelentősen megnőtt. Például én kiszámoltam, hogy a hat ellenzéki párt, akik együtt indultak most a legutóbbi országgyűlési választáson, ők ebben a mögöttünk hagyott négy évben, tehát 2018 és 22-ről beszélünk, ennek a pártnak összesen 16 milliárd forintnyi bevétele volt az állami oldalról. És akkor még nem beszéltem a adományozókról, akik mondjuk belföldön vannak, és valóban támogatják őket, vállalkozók, stb. Tehát, hogy... Hát a frakciótámogatások azok szűkülnek. Nem bővülnek, András, pont Kocsis Máténak volt ez a javaslata, tehát ott lényegesen szűkülni fognak, és az a nagy támogatás. Az is, de hát alapvetően jóval több pénzből gazdálkodnak most, mint mondjuk 2014 és 2018. Hát a kormány meg plakától, itt van az Ursula von der Leyen és a legsoros plakát, tehát társadalmi célú hirdetésekkel, tehát rengeteg pénz, paripa, fegyver, minden ott van a kormány oldalon. Volt ma egy másik fontos politikai esemény. Meghívta Dobrev Klára Karácsony Gergelyt az árnyék kormány ülésére, Karácsony Gergely pedig ment és részt vett. Ha a DK-m hív, akkor menni kell? Karácsony Gergely teljesen kényszerpályán mozog. Az elmúlt hetek történésén már mindenki előtt világossá kell tenni, hogy Gyurcsány Ferenc az egyedüli úr a baloldalon. Világosan kiderült ez a Donát Annával való csörték kapcsán, és ugye láthatóan a politikus EP képviselőnő között teljesen elfogyott a levegő egy hét alatt. Láthatóan Karácsony Gergely is egy kényszerpályán mozog, alá is kellett írnie ugye egy választási megállapodást a DK-val, hogy ő főpolgármester maradhasson a támogatásukkal. Tehát nagyon nem tud hova ellépni Karácsony Gergely. Egyetértesz ezzel, hogy dróton rángatják Karácsony Gergely? Én
nem mondom, hogy rótor rángatják, de ugye a DK-nak is kellett egy döntést hoznia, hogy beáll-e Karácsony Gergely mögé vagy önálló főpolgármester jelöltet állít. Annak idején a 3-os metró vagy a 4-es metró átadásánál, valamilyen metró átadásánál Karácsony Gergelyt megkérdezte a Telex arról a lehetőségről, hogyha a DK is állítana a főpolgármester jelöltet, ő győzne, 100%, hogy indul, azt mondta, hogy 100%, hogy indul, és hogy szerinte a DK nem is akarna a főpolgármester jelöltet állítani, mert akkor kiderülne, hogy nem is annyira nagy a támogatottsága legalábbis Budapesten. Tehát én azt gondolom, hogy a kölcsönös lehetőségek meg az érdekek határozzák meg. Ez Karácsonynak is érdeke volt, meg Gyurcsánynak is érdeke volt, hogy ez a szövetség létrejöjjön. Ha meg azt megnézzük, hogy Dobrev Klára azt nyilatkozta korábban a 24.hu-nak adott interjúban, hogy a DK 26-ban 50% plusz egy mandátumot szeretne szerezni, akkor Karácsony Gergely szerintem jó helyre ment. Itt azért még hazabeszélve egy kicsit azért megtisztelhette volna annyival Karácsony Gergely sajtómunkatársait, hogy ha már meghívták, akkor utána mondjuk a Árnyék Kormányinfón ő is kiállt volna a DK politikusaival. Azért látjuk Kormányinfón Varga Mihály, Nagy Márton, Csák János, most hirtelen ők jutottak eszembe legutóbbi időszakból, ők egy ilyen kormányülésen, ahol ők voltak mondjuk központi szereplők, ők mindig ki is álltak egy ilyen tájékoztatóra. Karácsony Gergely tovább. Te vártad írva volna, hogy elmondja, hogy miről beszéltek? Hát szerintem illett volna, főleg itt ugye szóba került a Rákos rendezői pályaudvar átalakítása. Budapest 2030 program, ha jól láttam. Igen, tehát igen. Arról egyeztettek, hogy a fővárosban mi legyen a stratégia, illetve milyen Budapest programot. Gyurcsány Ferenc teljesen egyértelmű, hogy dominálja a baloldalt. Milyen kockázatokat látsz Karácsony Gergely önálló politikai profilja szempontjából, hogyha ennyire nyíltan vállalja, beáll, bemegy az Árnyék kormányülésre? Hát láttuk a 19-ben a plakátokat, mindenki Gyurcsány Ferencnek az embere volt, úgyhogy én szerintem ahhoz képest, ami a 19-es kampányban volt meg utána, ahhoz a választások előtt, a 22-es választások előtt, amikor Karácsony Gergely miniszterelnök jelölt is volt, vagy hát miniszterelnök jelölt az ellenzéki oldalon, hogy ahhoz képest én nem látok nagy kockázatot, ott ugye voltak a plakátok, hogy ilyen dróton rángatott bábuk voltak. Marianne. Ahhoz képest, igen, ahhoz képest a Fidesz mit tud még hozzátenni ehhez, vagy a kormány? És akkor is megválasztották Karácsony Gergelyt. Azt gondolom, hogy a Karácsony elkötelezett híveinek, vagy akik rá akarnak szavazni Budapesten, az, hogy most Gyurcsány emberének láthatják-e, vagy a Gyurcsány ölelésében lévő karakter nélküli, ám de szerethető valakinek, ez nem, osz nem szoroz. Az itt egy óriási változás van 2019-hez képest, hogy jövőre, a momentum? Nem az, hanem az, hogy látjuk a teljesítményt. Látjuk, hogy a főváros hova jutott, honnan indult 2019-ben, és hova jutott most. 2019-ben csak volt 200 milliárd megtakarítása, most mínuszban van a fővárost, és akkor még csak egy dologról beszéltem. Hát lássuk meg, hogy milyen lesz egyébként a választási rendszer meg, hogy ki lesz a Fidesznek a főpolgármester jelöltje, mert az itt a nagy kérdés. Csuha Ildikónak, Kovács Andrásnak köszönöm szépen, hogy itt voltatok, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet.